A harmadik osztályos gyerekeknek mutatják be az internetes okos kosarat. A játékos honlapon sokféle feladatot próbálhatnak ki a nebulók mai köntösben. Szerencsére abszolút pozitívak a visszajelzések, illetve én nem is csak a honlap felkeresettségét emelném ki, hanem azt is, hogy számos megkeresett iskola, illetve óvoda fogékony arra, hogy adott esetben helybe vigyük az okoskosár kezdeményezést, és úgy ismertessük meg a gyerekeket ezzel. Ez a minden olyan fontos gondolattal, amit az okoskosár tulajdonképpen át szeretne adni a gyermekeknek, így például ugye a tudatos vásárlás, a környezettudatos életmód. Kiemelten fontos a 3 és 10 év közötti korosztály, mert ilyenkor a legfogékonyabbak a gyerekek az új ismeretekre. A weboldal tervezői olyan felületeket és alkalmazásokat készítettek, amelyeket a diákok szívesen használnak. Úgy ítélem meg, hogy ez az oldal ez a gyerekek és a szülők számára is fontos információkat nyújthat. A gyerekek játszhatnak, de a játék mellett elsajátíthatják a fontos ismereteket is. A szülőknek pedig egy olyan fórum nyílik, ahol beszerezhetik azokat az információkat, amire szükségük van. A tudatos vásárlást pedig nem lehet elég korán elsajátítani. Folyamatosan érkezett az elmúlt 2 évben hozzám kérés, hogy segítsük elő azokat a változásokat, ami a magyar pénzpiacon és a magyar kereskedelemben a tudatos fogyasztókat jellemzi, hogy kapjanak információt. Ezért örülök ennek a kezdeményezésnek, hogy már a 3 éves korban, ahol meséken keresztül megértik a gyerekek, hogy hogyan válhatnak tudatos, következetes fogyasztóvá, ezt a folyamatot támogatni tudjuk, elő tudjuk segíteni a változást. Sok esetben a szülők sem rendelkeznek elég információval, nekik sem árt időnként tájékozódni. A fogyasztók többsége hiányos ismeretekkel rendelkezik az alapvető jogait, kötelezettségeit érintően. Itt mindenképpen szükséges az, hogy a polgár, a fogyasztó saját maga is tájékozódjon a lehetőségeiről, a jogairól, illetve hogy ha ehhez segítségre van szüksége, akkor esetlegesen a fogyasztóvédelmi felügyelőséghez forduljon. Az Európában is egyedülálló fogyasztóvédelmi program még novemberben indult el Magyarországon, és mivel a virtuális kosár sikeres a gyerekek körében, a honlapot a jövőben újabb játékokkal bővítik.